Peti, van valami olyan dolog, amiben te szentül hiszel, de nehezen tudod bizonyítani? Hát, hogy üzletben van barátság. Ugye? Tehát az, mert én, igen, tehát az üzletben van barátság, én ezt szeretném bebizonyítani. Nagyon nehéz, mert barátokkal, ugye azt mondják, hogy nem szabad üzletelni. Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb villámkérdésben. Hogyha most találkoztunk először, akkor ennyit kell tudnotok, hogy ezek fix kérdések, viszont mély átütő válaszok jönnek. A mai beszélgető partnerem Balázsi Peti. Peti, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Én köszönöm. És beszélgettünk előtte, hogy hogy vezessünk fel téged igazából. Peti a kávés arc, akinek egy nagyon komoly szerepe van abban, hogy a Magyarországon a specialty kávé, az új hullámos kávék bejöttek, hogyha Petit még nem is, de a My Little Mermaid, hogyha egy jó kávét már akartatok inni Budapesten, biztos, hogy ismeritek. És a mi ismerettségünk is onnan, te emlékszel, hogy hogy találkoztunk? Szerintem, de talán a kinti, a harmadik kerületi üzletben, nem? Nem, nem a My Little Mermaid-ben? Képzeld, de hogy volt egy olyan parám, hogy van egy nagyon kedvenc kabátom, és ott felejtettem a Melbourne-ben, és látok, írtam. És tökre nem ismertük egymást, és olyan segítőkész, hogy persze, itt van, izé, gyere, 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 és minden, igen. És onnantól már az ember nem is emlékszik, és mindig, amikor találkozunk körülünk egymást, egy nagyon pozitív személyiség vagy, és mellette van egy Scrambler vonal, és ami motorok, én nem vagyok motoros, úgyhogy meg kellett tanulnom, hogy mi, de oktatásokkal is foglalkozik, coach, ugye kávé coach, téged említeni, tehát hogyha kávézót akartok nyitni, és szeretnétek minél tutira menni, arra is ott van Peti. Segítek, igen. Segít benne, és még ezer mindenről lehetne beszélni, de csapjunk bele a villám kérdésekbe, aminek az első kérdése az az, hogy van-e valami olyan gondolat, amit a gyerekkorodtól magadba hozod és az egész életedben? Igen, van, hogy ne. Hát ugye révén egyedül gyerekként ugye a szüleim csak rám tudtak fókuszálni. Na most azon belül pedig, amit én szerintem magammal tudtam hozni, a mai napig követek, és ez tényleg tőlük jön, főleg édesanyámtól, az a rendszeretet, a tisztaság is oké, a rendszeretet, az, hogy tényleg nem csak hányalveti módra ledobom magamról a kabátot, hanem mindig fölakasztom, már mint szépen be a fogas föl a helyére. Úgyhogy azt neki külön köszönöm, ezúton is. És az a fajta talán becsületesség, ha lehet így fogalmazni, amit én ott tőlük láttam, tapasztaltam, hogy ne az legyen, hogy meglopunk bárkit, vagy megrövidítünk bárkit, hanem tényleg tisztességesen, normálisan viselkedni minden téren, tehát embernek maradni minden körülmény között, ugye. Beszél. Van ez a mondás. Úgyhogy erre azért próbáltam, igyekeztem odafigyelni. Hát remélem sikerült idáig viszonylag jó úton. Amit én ebből belőled dolgozom teljesen. Ha találkoznál a 20 éves önmagaddal, mit tanácsolnál neki, és hol voltál 20 évesen? Azt tudom, hogy még nem kávéztál. Hát képzeld el, még annyira nem, hogy 24 éves koromig ugye iskolapadban ültem. Tehát 24 éves koromig nem is dolgoztam. Pontosabban ebben így nem igaz, mert az vicces, hogy lettem ugye vállalkozó, vagy, de hát én 24-es koromig még mondom padban ültem, annyi különbséggel, hogy nyaranta, benzinkúton például szélvédőket takarítottam Máté Szalkán, előtte még soha senki. Ez is azért furcsa, hogy most ugye ez a specialty, ami most körülöttünk forog, és beleestem, és úgymond egy picit úgy érzem tényleg, hogy nagyon az elején, sőt, nagyon sok embernek tudtam ezt az irányt mutatni. Na ez ugyanaz volt, hogy sose fejtem el, hogy Miskolcon jártunk a családlátogatáson, és megálltunk tankolni, és akkor odajött egy fiatal srác, és lehúzta az ablakunkat, és az édesapám adott neki egy 100 forintot, 80-as évek, és akkor ezt én egyből adom. Már igen, de hogy miért, ezt nem tudom, tehát a mai napig szinte nem tudom a választ, de már ezek szerint már akkor is bennem volt az a fajta bugi, hogy ez tök jó, ezt én is tudom csinálni. Amivel én nagyon nagy bajban vagyok, az, hogy például nem tanultam meg jól a nyelveket, tehát van, aki ugye ismeretségi körben ugye 4-5 nyelvet beszélnek, én csodálom is őket. Tehát, hogyha most üzenhetnék a 20 éves magamnak, akkor azt, hogy Peti, hát erre rá kell feküdni, és az angol az nagyon fontos, a nyelv az nagyon fontos. És talán még annyit, hogy az emberekkel óvatosan, tehát az, hogy kit mennyire engedek közel magamhoz, azért ez tehát emiatt sok pofont kaptam, de
ez talán egy kicsit óvatosságra inteném magamat, hogy kicsit óvatosabban, nem kell mindenkiben feltételek nélkül megbízni, hamar közelengedni magadhoz, hanem egy pici távolságtartás. Ugorjunk 10 évet, ugyanez a kérdés 30 éves önmagadnak. Hol voltál és mit tanácsolnál önmagadnak? Jó kérdés, szerintem 30 évesen már a multiknál voltam, mintha mindenki a multiknál lenne. Egyébként nekem majdnem minden, a multiknak nagyon sokat köszönhettem, és több multinál is megfordultam, multis cégnél, és nagyon jó tapasztalatokat szereztem, úgyhogy azt hagynám, tehát a 30 éves, az kellett, az abszolút kellett, hogy mit csinálnék esetleg 30 évesen is, talán másképp, hát az angolt azóta se tanultam meg ugyanúgy, tehát az ugyan magyarul, igen, azt mindenképp tanácsolnám, hogy Peti, ha eddig nem 10 évet kihagytál, akkor egy újabb 10 évet nem kellene. Van-e olyan dolog, amit cikinek érzel magadban, és hogyha igen, vagy ha volt ilyen az életedben, akkor mit tettél azért, hogy változtass rajta? Cikinek éreztem volna magamban valamit? Húha! Ez fogós most egy hirtelen, hogy azt hiszem török Szent Miklóson voltunk buzát idegeneltünk, és kukoricát címereztünk. Az ilyen tipikus nyári tábori munka volt, amikor iskolásként vittek minket nyári táborba, és akkor ez tök jó volt, és amikor nagy csővázas hátizsák, az megvan tele cuccal, ugye állunk török Szent Miklóson körülbelül, most nem akarok hírséget mondani, de 100-200 diák, várjuk a vonatot, és kézzetek el, de a vonat nem közvetlenül arra a sínre jött be, ahol mi álltunk, hanem egyel beljebb. És Peti, amikor ugye, hát majd ő megmutatja, meg foglal a helyet a többieknek, és ő fut előre, és azzal a lendülettel, amikor én léptem ki leghamarabb a sorból, amikor megérkezett a vonat, és azzal a lendülettel, amikor leléptem a peronról, akkor a csővázas hátizsák, a súly, az tud, így megindult előre. És akkor így, gondolom, így felszántottam ott 100-200 gyerek előtt. Úgy fölkaptam magamat, hogy mint még soha, fölugodtam a vonatra, akkor meg persze becsaptam az órámat, az ketté tört. Tehát ez egy ilyen katasztrófa sorozat volt, na így ugrottam föl a török-Szent Miklósi vonatra, ami jött vissza Máté Szalkára, ugye. Úgyhogy nagyon vicces volt. Na, az vicces volt, és ciki, azt gondolom. Úgyhogy... És furcsa dolgok történnek veled, amiket úgy furcsálsz, és mindig megtörténik veled? Mostanában a furcsa dolog az a boldogság maga egyébként, hogy furcsa hogy mi az a maga, az a boldogság. Tehát most értem el arra a szintre, így 45 is, meg hát picit már hamarabb, talán a mostani kapcsolatom, ugye, a feleségemmel, a kislányommal, a kiskutya, a macska, hát ez a tipikus, tehát most érzem azt a fajta boldogság, ami nagyon sokszor előnt, és ezt így furcsán élem meg, hogy ez a boldogság, tehát ezt most így kezdem így megélni, tudod? Tehát, hogy eddig is biztos boldog voltam, mert tök jó gyerekkorom volt, nem panaszkodom. És mi az, ami változott ebben? Tessék? Mi az, amit most más szintjét éled a boldogságban? Igen, ezt próbálom magamnak is megfogalmazni, bár nem olyan egyszerű, de tényleg, amikor... Tehát egyszerűen így a napokat úgy élem meg, hogy remélem, hogy nem egy kapuzáras, nem kapuzáras miatt jön ez most bennem, de tényleg egy ilyen boldogság hullám vesz körül. Ez köszönhető valószínűleg a családnak, hát egyértelmű, abszolút, és meg az, hogy tényleg nálunk most tényleg ugye az egészség, meg minden így egyben van, meg talán a sikereknek is persze gondolom, hogy ez közel lehet. Kerek. És ez most egy ilyen kerek. Tehát, hogy mit szeretnék még, tehát nem. A sikert azt mindig szerettem eddig is, meg ezután is gondolom fogom szeretni a sikert, hogyha valamiben tudok sikeres lenni, vagy megdicsérnek valamiért, hogy na ebben ügyes voltál és tök jól csinálod. De most valami ezt élem meg olyan furcsán, vagy olyan furcsa dolognak tartom, hogy végre boldog tudok lenni, mert nem volt ez, mondom, nem volt az, hogy én most eret vágtam volna az elmúlt nem tudom hány érvel, és nincs, ugye? Nem erről van szó, csak most valahogy ilyen furcsán élem meg azt, hogy talán az, amikor az ember így beáll az egzisztenciája, vagy nem tudom, tehát így ezt próbálom így megfogalmazni magamnak, de nehéz. Van egy olyan idézet vagy gondolat, ami úgy az egész életednek az alappillére, vagy áthatja a gondolataidat? Igen, most már van. Régen ugye ez nem volt meg, hogy lett volna. Nagyon egyszerű, és ugye nem én találtam ki, hanem egy általunk forgalmazott terméknek a policia, vagy nem is policia, hanem az idézete is, ami engem nagyon megfogott, és nagyon egyszerű. Picit magyarosítom, mert ugye better and better, ez a szlogen,
ez egy ilyen újrahasznosított pohárnak, elviteles pohárnak, a kipkapnak, ugye a, remélem ez nem itt a reklám helye, és ki kell vágni, de ha igen, akkor majd megteszed, de a lényeg az, hogy én azt magamnak úgy fogalmaztam meg, hogy nem kell hármassával, egyébként sem kell az életben habzsolni az életet, stb. Hármassával szedni a lépcsőt, hanem azt mondom, step by step, tehát better and better, oké, és az, hogy csak jobb legyél, mint tegnap voltál. Ha ma picit jobb tudsz lenni, mint tegnap voltál, akkor már baj nem lehet. Nekem talán így röviden ennyi a motto. Nagyon szép. Még egy nyíregyházi országos bajnokságon sose felejtem el, hogy sajnos negyedik lettem, lemaradtam a dobogóról, viszont megdicsért az edzőm, hogy Peti, nagyon jó voltál, ilyen jó még sose voltál, de mondom, mester, tudod, mester, hát mondom, most miért mondja, hát negyedik lettem, ez nem olyan jó, de nem érted, ilyet még életedben nem futottál, tehát ő azt nézte, hogy az előző teljes, így van, a magadhoz képest sokkal jobb voltál, mint valaha. És ha napról napra ezt csinálod, akkor te lehetsz a világon a legjobb. Így van, legalábbis így. Többet, mint tegnap tettél, vagy többet, mint eddig tettél, akkor csak jó lehet, hát ugye ez csak előre mutat, azt gondolom. Peti, van valami olyan dolog, amiben te szentül hiszel, de nehezen tudod bizonyítani? Hát, hogy üzletben van barátság, ugye? Tehát az, mert ugye én, igen, tehát az üzletben van barátság, én ezt szeretném bebizonyítani. Nagyon nehéz, mert barátokkal ugye azt mondják, hogy nem szabad üzletelni, de én ebben hiszek, mai napig. Pedig sokat csalódtam, sok barátot, ismerőst elvesztettem azért, mert nem tudtunk üzletelni. És akkor tudom, mondják ezt a szépségkirálynő választás, hogy a végén hogy világbéket. Tehát, hogy de egyébként tényleg a világ, igen, ez lenne az igazi, nem? Megfordítom a kérdést, hogy van-e olyan tanács, amit hallasz a világban, hogy az emberek adják, hogy igen, ez így van, de szerinted ez egy totális baromság? Hoppá, aha, ezt jól megfordítottad. Hát figyelj, én a zebrával vagyok egyébként, így a gyalogos közlekedésnél. Például Magyarországon az tipikus ilyen beteg állapot nekem, de hogy én minden szinten jövök, igen, én minden aspektusából látom, úgy gondolom, és azzal nem vagyok nagyon kiegyezve, és ez nagyon hülyes, hogy ez a zebra kérdés nálunk. És hát Ausztráliában pont fordítva van, és ez is milyen érdekes, hogy Ausztráliában volt ez a kávés sztorim, ugye, hogy onnan hoztuk ezt az egész ihlet, onnan jött, hogy mi specialty kávéval, új hullámos kávéval foglalkozunk, és érdekes, hogy ott úgy csinálják ezt a zebrás dolgot, hogy a gyalogos hogy kelljen át a zebrán, ahogy én elképzeltem ezt magamnak, és logikusnak úgy tartom, hogy a zebra az csak azért van kijelölve, hogy nem mindenhol össze-vissza kelljünk át az úton, a zebra azért van, hogy ott, azon az egy sávon menjen át a gyalogos. Oké. Okay. Na de az út, maga az út, az autóknak, kerépár, motor, stb. Járműveknek. Nek van fenntartva, nem a gyalogosoknak. A gyalogosok csak átmehetnek rajta. Na de könyörgöm, akkor nem akkor kellene átmenniük, amikor körbenéz, szuper, semmi nem jön, és átmegyek. Szóval én ezt nem értem. Van olyan gondolat, amiben... Egy olyan gondolatod, amiben megváltozott a nézeted az elmúlt években? Ha, ez is jó. Nagyon jó kérdésekkel készült. Tudom, hogy nem én vagyok az első, akiket ezeket fölteszed, de... Hú... Az, hogy így A-ból B-be átváltsak, az nem volt jellemző így rám. Azért úgy próbáltam így kitartani a mellett, vagy nem is az, hogy... Mert ha meggyőzöm magam, hogy ez hülyeség volt mondjuk 10 éven át, amit csináltam, akkor persze valószínű, hogy most már képes lennék megváltozni, és már pedig látom, hogy mindenki másképp csinálja, akkor nekem is másképp kellene. De igazán nem. Azt gondolom, hogy nem. Mi az, ami izgalomba hoz? A siker. Olyan értelemben, hogy az jól esik, amikor elismerik az ember, hogy valamit tesz, bár jót természetesen, de azt elismerik. Az persze ugyanakkor rossz is esik, ha csinálsz valami nagyon jót, és nem ismerik el, pedig az a te érdemed, az az érem másik fele, hogy meg jobbá tenni ezt a világot, érdekes. De magam körül persze, hát nem tudom milyen mértékben, csak tényleg magunk körül, mert tényleg azt is vallom, hogyha mindenki csak tényleg a maga előtt ugye rendet rakna, akkor milyen szép lenne az az út, ugye? Most ez lakásokra vagy házakra levetítve, vagy ha egy falun végigmész, és tényleg mindenhol. Vagy amikor valamelyik nap megyek az Anker közben, fényes nappal 10 óra, akkor még szerencsé, hogy nem a kislányom, vagy valami, és akkor mindegy a bizonyos típusú ember a sarokban ott áll, és éppen könnyít magán, tehát azért ezt nem árt. De nem szólsz oda, mert most kell neked, hiányzik neked az atrocitás. Én kicsibe próbálok természetesen. Esténként, hétvégenként milyen szenvedélyeknek élsz?
Hát nézd, most nagyon, most már egyébként volt egy időszak, amikor persze az ember fiatalabb megy, bulizik, megy össze-vissza, és azért ez 40 fölött azért megfordult, amikor tényleg a családcentrikusság lépett a előtérbe, és tényleg próbálunk a családdal közösen programokat kitalálni, de a nagy szenvedélyem, ha már így a családtól el kell vonatkoztatni, bár mondom, ez is butaság, mert azt is próbáljuk együtt, igen, azt is együtt próbáljuk, a nagy szenvedélyem ugye a motorozás. Egyértelmű. Igen, és hál' Istennek ezt is tudjuk legalább kettesben a feleségemmel művelni, város közelében kimenjünk, és akkor fölül mögém is motorozunk, azt imádjuk. És akkor legalább így meg tudom osztani egy másik szenvedélyet. A kávézás már eleve megosztottuk, mert azt szintén együtt csináljuk. Hétvégén is látlak mindig kávézni. Folyamatosan, ugye? Az nem is az egyértelmű, tehát fölkelünk kávé. Mik voltak azok a fő döntéseid, amik által azzá váltál, aki vagy? Voltak rossz döntések, jó döntések, ugyebár mindenki életében, azt gondolom. A döntés maga kellett, és szükségszerű volt, és jó döntés született, úgy gondolom, de ami felett, mondom, döntenem kellett, az egy rossz dolog, hiszen egy válás, tehát én túl vagyok egy váláson, ami magában a válás szót, én sose tudtam elképzelni, hogy valaha elválok. A baráti köröm is szerintem engem tett a sor végére, hogyha valaki utoljára fog elválni, ha el is fog válni, de az biztos, hogy utoljára, na ez nem így volt, és akkor egy döntést kellett hoznom. Hogy azt a családomat, ugye a régi családomat akkor elhagyjam, mert akkor már megvolt a nagylányom is, aki még akkor persze csak másfél éves volt, úgyhogy ez nem volt egy egyszerű időszak, de ugyanakkor azt gondolom, hogy mindenki szempontjából hosszú távon mégiscsak egy jó döntés született, hiszen én akkor ugye új kapcsolatba kerültem, úgymond, és aki a mai napig tart, és a mai napig olyan szinten, olyan tűzön, vagy hogy mondják ezt, olyan lángon dobog, amit szintén furcsa, ha visszakanyarodva előző 2-3 kérdéssel, hogy mi az, ami még furcsa az életemben, bár ott a boldogság hangzott el, és itt megint ugyanaz van, hogy ez a boldogság, mondom, pont azért az, mert olyan lángon ég még mindig, amit sem a feleségem, a Dia, sem én, mai napig egyébként nem értünk, hogy ez hogy tud még 10x év után ilyen lángon égni, mint hogyha tegnap ismerkedtünk, tehát már most hiányzik, tehát most eljöttem tőle 2 órája, vagy 3 órája, de hiányzik. És ezt tudom, hogy neki ugyanez, mert már jött az SMS, hogy szeretlek. Na, szóval azért az ritka, azt gondolom. Legalábbis az én, hogy mondjam, akiket is. Ez különleges. Állapat. Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges kapcsolat. És az, hogy most azt akkor éreztem-e, és azért azt nem tudom, az így lehet, hogy tudatalatt igen. De talán ez volt a legfontosabb döntés. Hát, ez egy nagyon erős döntés, mert ez egy nagyon erős, nagyon határozott döntés volt, és nagyon nagyon horderejű, hiszen ezt nem kívánom senkinek, hozzáteszem, de annak meg tudom tanácsolni, hogy ilyen döntést hozza meg, ne egy rossz házasságban esetleg, vagy akkor, tehát hogy mondjam, ne alkudjon meg. Igen, meg a gyereknek is nem biztos, hogy hosszú távon ez jó lett volna, és azt én úgy nem kívántam se nekik, se magamnak, és inkább tovább léptem, és hál' Istennek az ex is tovább tudott lépni, normálisan kezeljük a történetet, de az akkor is egy törés volt. Érdekes ez is, hogy így ez a ments meg a világot típusú fazon lennék talán, aki mindig elkezdtünk, annak például elkezdtünk egy nagyon jó vállalkozást a barátommal, nem az én ötletem volt, de ő ott hagyta, és én azt tovább vittem, és hittem benne, és ez a jó döntésnek, ez jó döntés volt, ugyanis narancsfacsaró gépekkel foglalkoztunk, és én azt a mai napig narancsfacsaró gépekkel is foglalkozunk, bár ezt sokan nem tudják, de mi ebben abszolút piacvezetők voltunk, meg vagyunk is talán, és aztán mellé bejött egyszer csak, ugye 2009, nagyságrendileg 2009-ben, egészen pontosan akkor, a kávé, mint olyan, úgyhogy, és ezek mind döntések voltak, hogy már pedig azt ott hagytam, és mentem tovább, és akkor azt kezdtem el építgetni. Van olyan, amit, ha visszatekintesz az életedben, mondjuk egy kedvenc kudarcot, ha lehet ilyet mondani. Kedvenc kudarc? Igen, ami akkor baromira fájt, és mondjuk egy kicsit, amikor beszéltél a házasságról is egy olyan, de hogyha más is eszedbe jut, amit most utólag visszanézel, viszont úgy érzed, hogy az tényleg nagyon kellett. Igen, egyébként volt egyszer, mert ugye az embert, amikor elküldik, tehát magyarul kirúgják, akkor az azért rosszul tud esni, és egyszer volt ilyen, kétszer rúgtak ki egyébként. Én azt gondolom, mind a kétszer az irigység motiválta a főnökséget, nem a főnökömet, nem pedig az, hogy értelmes, normális embert van mellette. Viszont mind a két esetben, amikor így eltávolodtak attól a bizonyos cégtől, mindig fölfelé tudtam lépni, és a másodiknál pedig konkrétan akkor a saját vállalkozásomat
tudtam átvenni, mert addig ki volt adva szintén másnak, hogy csinálja helyettem. És onnantól kezdve mi a diával, a feleségem, mert tudtunk belépni a saját cégünkbe tulajdonképpen vezetőként. Akkor nagyon rosszul esett, de közben nagyon jót tettek velem, mert így tudtam igazán fejlődni tovább. Úgyhogy talán ezt ide tenném mindenképp. Van olyan könyv, amit gyakran ajándékozol? Könyv? Sajnos nincs. Ugyanis nem köt le, képzeld, tehát nem köt le, jobban, már lassan a filmek se, nagy filmfaló vagyok, vagy hogy mondjam ezt, sorozatokat, nagyon imádom a sorozatokat, tehát abból Na legyen tudok. A kedvenc sorozat. Hát most ugye a Milliárdosok, ugye az most nagyon tetszik jelen esetben, de ebben nagyon sokrétű vagyok, úgy értem, hogy a Trónok harca, az tetszik talán minden második embernek, és érdekes, lehet, hogy ez nem annyira szimpatikus, de a könyv annyira, nem feltétlenül hiányzik, még hogyha ez egy kicsit olyan, lehet, hogy szégyen nem kéne, nem tudom, vagy ciki kategória, tudod, ez is volt, hogy ciki, nem ciki. Keveset olvasok, igen, keveset olvasok, könyvet olvasok, de könyvet az keveset, sajnos. Ha foghatnál egy óriás plakátot, bármit írhatnál rá, bárhova helyezhetnéd, mit írnál rá, hova helyeznéd? Hát a Better and Better-t. És hát nem egy reklámnak, nem a... Igen, de tényleg az, hogy legyünk jobbak holnap, mint tegnap voltunk, és ezt valahogy minden autópálya mellé, vagy ha csak egyet rakatok el, hát ha egyet rakatnék ki, akkor most nem tudom, mi a legforgalmasabb, de akkor Magyarország legforgalmasabb helyére. Tehát az, hogy legyünk jobbak, mint tegnap voltunk, és akkor tudja, hogy jó irányba halad az mindenki. Mi volt az eddigi legjobb befektetésed? Ez lehet amúgy anyagi, vagy magadba, tudás, akármi, hogy mit tartasz a legjobb befektetésed? Hát a legjobb befektetés a feleségem. A feleségem egyébként, tehát őneki nagyon sokat köszönhetek, talán mindent már. Anyagilag pedig, hát nem vagyok egy jó üzletember egyébként, ez a vicces, tehát én sajnos érzelemből, nem sajnos, bocsánat, az, hogy sajnos, hát most nem bántam meg, de én inkább érzelem, tehát én nem üzleti terveket nem gyártok, hanem belevágok, és akkor megnézzük, hogy mit ad. Nem is olyan termékeket keresünk soha, legalábbis én személy szerint soha olyat keresek, ami annyira populáris, hogy mindenkinek ez kell. Nem, tehát én pont olyan termékeket keresek, ami nagyon kevés embernek kell. Na, szóval azért mondom, hogy ezt most sokan hogy ítélik meg, hogy ez tiszta hülye. Tehát magyarul hiába volt egy nagyon jó barátom, azt mondta, most óramárka nélkül, ez egy nagyon-nagyon híres óra, azt mondta, hogy inkább abból ad el kettőt, mint a kevésbé is, tehát a nagyon-nagyon népszerűbből százat. És ha a befektetés, kicsit máshogy értelmezzük, mondjuk 20-30 ezer forint alatti. Igen. Van valami olyan, ami 20-30 ezer forint alatti, és mégis azt mondta, hogy ezt nagyon megérte? Biztos, hogy kell, hogy legyen. Tehát ez nem erről szól állom, hogy tudod, minél tényleg drágább egy valami, hanem most is lassan már úgymond, aki ismer és többet lát, az 10-ből 9-szer azért, sőt lehet, hogy 10-ből 10-szer bézbosakkában lát. De Flor Tomival versenyezhet. Az a biztos, mondtam. Igen, tehát azért nem tudom most konkrétan hány darab van, de rengeteg. És nincs olyan, hogyha én elmennék valami olyan városba, hogy ne hoznék haza legalább egy sapkát. Tehát... Van reggeli rutinod? Mondjuk az első 30-60 perce hogy néz ki a napod? Most mióta kiskutya van, ugye most az Milyen kutya? Egy mops. Igen, és ugye egy fekete mops, és hát imádjuk, ez most a családunk szép szem. Nagyon imádom azt, hogy leviszem sétálni, és sose gondoltam volna, hogy alig várom, hogy levigyem sétálni, és együtt menjünk be a céghez, nincs messze a cégünk a helyünktől, és ráadásul egy nagyon kellemes, hogy a platánfák, Dunapart, és főleg, ha ilyen szép idő van, mint ma reggel is, tehát a legjobb, hát az annyira jó. És utána alig várom, hogy beérjek a céghez, és megígyük az első kávékat. És az e-mailekre van bármilyen trükköt, hogy menedzseled ezeket? Hú, képzeld, én alig írok már e-mailt. A legjobb. Egyébként igen. De azért is, mert na, itt jön megint dia a képbe, hogy a kedves feleségem az még lassan a saját, tehát az én e-mailemet is. Mert ugye nincs saját e-mailem már lassan, mert nagyon ritka az, hogy én baráttal vagy ismerőssel e-mailt váltam. Igen. Utolsó kérdés. Ha minden erőforrása rendelkezésedre állna, Peti, ez lehet anyagi, lehetőség, minden, mihez kezdenél? Hát a cigicsikeket és az összes szemetet el, és az ilyen egyéneket, akik az utcán csinálják azt, amit nem kellene, meg metróaluljárók, tatara. Ugye van most ez a kezdeményezés, ez, hogy befotóznak, ez nagyon tetszik. Attól függetlenül, hogy én nem fotózom be, és utána, előtte-utána, hogy tudod, van a szemétkupac, és utána eltüntetés. Na most ez nálam egyébként nem az, hogy még a napi rutinra visszatérve, tehát én szinte most lassan mindig viszek magammal egy zacskót, és útközben felveszem, és akkor egy kukába kidobom. Ez jött ugye az első kérdésből, hogy mit tanultam meg otthonról. Igen, tehát, hogy, és ehhez nagyon ragaszkodnék, a rendhez, tisztasághoz, tehát
az ellen biztos, hogy tennék. Ez egy nagyon szép ívelt és lezárást adott a beszélgetésnek, amit nagyon köszönök. Hát én köszönöm, Peti. Nektek köszönöm szépen, hogy néztetek. Hogyha most találkoztunk először, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, nyomjatok rá a gombra, meg a csengőre is, Instagramra is menjetek, ott kövessetek be, és Instagramon kövessétek be a Six Letters-t, ahol amúgy most vagyunk, ez az egyik új helyetek. Abszolút, igen. Kommentbe írjátok meg, hogy szerintetek mit jelent a Six Letters. Amúgy könnyű kitalálni, de nem mondd el. Bárhol más van úgy, hogy elérjenek téged, vagy... Mostán egyébként építek egy ilyen saját brandet, ugye ez a Think Scrambler, ugye ez a motoros énem, és aztán van ez a Café Coach, ez inkább üzleti, hiszen ez azoknak szól, akik kávézóban gondolkodnak, főleg specialty kávézóban, de ez a két oldal, ez bőven elég. Ha ezen követnek, az gyönyörű. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy néztetek, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Köszönöm szépen!